akinek koszorú vala nevem István. István magyar király, segíts, hogy senki ne pusztítasson el közülünk, se maga, se más keze által. Érleld erényeinket, mint a bort, gyomláld ki hibáinkat, mint a konkolyt, még akkor is, ha szebb virága. Engedd ifjúságunkat túlélni, Szent István, magyarok királya. Apám a 19. század végén született, úgyhogy már az első világháborúban katona is volt. Érdekes, hogy ez a katonasága az ő életében, és nem csak az övében, hanem a kor és sorstársai életében is a mese csodálatos világa volt a szörnyűségeivel. Az, hogy ő neki mi volt máskor ott abban az időben, mondjuk a század elején, egy-egy mondat jutott csak, hogy játszott a Csikós című darabban, ő volt a Csikós. Hát ugye 23-ban megesküdtek, a legidősebb nővérem az 24-ben született, a bátyám 25-ben, a fiatalabb nővérem 27-ben, ő még él, és én pedig 38-ban. Amikor én már olyan értelmesedő gyerek voltam, akkor már nem találtam otthon senkit közülük, mert pápán jártak mind a hárman középiskolába. Amikor érettségiztek, egy évet mindannyian 45-öt otthon töltötték. Aztán egyik ide ment, másik oda, Laci is elment Tiszkádról, jött Pestre 46-ba. Népi kollégista lett, az iparművészeti levették föl, ott úgy hirtelen, aztán átment a képzőművészetire. És akkor ott végeztem Tiszkádon az általános iskolát, és Tapolcára helyeztek, hát egy középparaszti fiú voltam, és így végeztem el a gimnáziumot. Nagyon utáltam az első évet ott, mert az tulajdonképpen nem amiatt, hogy ott mi van, hanem hogy én nem otthon vagyok már. Ez egy, az elszakadás első. Na, a kollégiumban nehéz. Nem érezted jól? De ott már jól. Ott tulajdonképpen a kollégium az a gyerekek között jó volt, csak az idegenség. Az, hogy a Csobántra fölmegyek, akkor a Somlót meglátom ott éjszakon, a ködben, akkor én arra gondolok, hogy annak a tövében van az anyám meg. Aztán ezek a gyerekkori nagy érzelmes, szomorú dolgok. Valószínű, hogy egy olyan jó gimnázium volt, érdekes volt a tanári kar, ezek a száműzött tanárok, mert sokszor volt ilyen sok helyen, hogy olyan jó tanárokat, nem éppen haladó szellemieket rossz helyre raktak, és ott fölvirágoztatták az iskolát. Én onnan tudom, hogy ez jó iskola lehetett, hogy a 80%-unk tovább tanult, és tele vagyunk orvossal, meg mérnökkel, meg mindenféle pedagógus értelmiségiekkel. És onnan jutottam a bölcsészkar magyar könyvtár szakára. Csalogattál ékszerdoboz külsejű fővárosoddal, s egyedül hagytál a pályaudvaron. Kerestelek, te nem voltál sehol, csak a keleti Károly utca, csak a nő, csak a Duna, ahol elveszhetek, ahol elúszhatok. Érettségiző ruhám gyorsan elrongyolódott,
körülszagláztam fekvő helyemet is, mint a kutyák, és már csak azért kerestelek, hogy tetten érjelek apám romjainál, szétzüllött kapcsolataim reggelén, üres papírjaim fölött. Mikor a hideg beáll ablakait közé, havas eső rácsozza ajtóidat, hazamegyek, nyaram zöld ingeivel, csomagostól hozzád deresedem, és majd elmondom valakinek, micsoda hegységeken hurcoltam át emlékedet, s mindig neked beszéltem az érthetetlen társalgásokból, te nőhangú Magyarország. Lestem a feléd induló vonatokat, vártam éjszak felhőiből vándormadarait. Ág Istvánként jelentem meg, mert muszáj volt a Szombathelyen élő Nagy István költő miatt, aki ugye idősebb volt, ő jelent meg, és nem is volt olyan költő, akit szégyelni kellett volna, de hát nekem ki kellett találnom egy nevet. Na és akkor én egy ideig ezt a nevet, ezt úgy használtam, mint csak, mint írói nevet, úgyhogy az első házasságom az Nagy István és Nagy Istvánné és Nagy Zsófia néven zajlott, és a, már akkor egy második házasság, már sok bonyodalom, és akkor hivatalosan megváltoztattam. Én nekem jó professzoraim voltak, de nem szerettem őket annyira, hogy emlegessem. Mert egyik nagy kommunista volt, de elég jó előadó volt, és értette a dolgokat, a másik kevésbé. Az egész serdülésem és ifjúságomnak, aki nekem mestere lehetett, az a bátyám volt, és talán azért is nem gondolkodtam én, hogy vigyem a verseimet ide-oda. Az a irodalom szemlélet, amit a bátyám révén és a bátyám köre révén én megkaptam és átéltem, az megváltozott avval, hogy én a Füstmilához jártam. Nem úgy, hogy a helyett, hanem módosított engem a Füstmilának a szemlélete, az esztétikája, meg a költészete is. Na most az, hogy én a Füstmilához jártam 56-57-58-ba, abban az időben volt, amikor a nyugati, addig eltitkolt irodalom is nagyjából megjelent. Akkor én Rimbaudot és Apollinert, Baudelaire-t, Eliotot, szóval Audent azonnal megismerhettem, és ez egybe jöhetett. Tehát egy ilyen nyugatos szemlélet, mint a Füstmilán, egybe esett azzal, hogy megjelent a mai francia költők antológiája, és abból a dadaistáktól a szürrealistákig mindenki benne volt, és ez nekem egy nagy iskola is volt. Ez a piros költők. Igen. Vagyis ilyen lilás piros. Igen. Szóval ez egy jó helyzet volt ahhoz, hogy az ember kitekintsen, és hát én ahogy a Sinkával laktam egy házba, és a Sinka költészetét nagyra tartom, úgy a Pilinszkivel ültem a Narcizba, és semmiféle zavar nem volt az én megítélésemben, hogy a Pilinszki vagy a Sinka, és azt hiszem, hogy ez nekem előnyöm is lett, mert most sem vagyok dogmatikus, vagy fundamentalista, vagy ahogy szokták mondani, semmibe. Mert igen, én népi származású vagyok, de nem az a népies,
irodalom a példaképem, nem példaképem nekem semmi irodalomba, de viszont elismerésem bármelyiké lehet. Ha jó. Ha jó, igen. Húsvétra, karácsonyra, szabadságra hazajövök, nem ismernek már a kutyák, megugatnak, mint a betörőt, a tenyérit, mint a tarló szúr, hogy fáj a kézfogás, idegen, irigy, gyanakvó, kinek szíve, vágya más, szavaimat senki nem hiszi el, akihez szólok, bólogat, de nem felel. Nem vendégségbe jöttem, nem mesélni, aludni, enni, kezeim dolga helyett szabad-e énekelni. Ez volt az úgynevezett szoba a két szoba közül, mert a másikat a nagymama szobájának mondtuk. Itt a butorzat nagyjából azt mutatja, ami volt. Ez egy hozomány, vagyis az anyám hozta magával, amikor összeházasodtak. Egy stafírungot, ezt a múlt század 20-as években divatos szobabútort. Itt tulajdonképpen csak az ünnepek folytak ebbe a szobába, és a születések, és a halálok, mert az apám is itt volt fölravatalozva. Én emlékeim, a korai emlékeim azok a háború idejére nyúlnak vissza, amikor betelepítettek ide egy házaspárt. Bácskai menekültek voltak, de a férje katona is volt. És itt eléggé mozgalmas élet folyt. Akkor a testvéreim, akik középiskolások voltak, a szünet, vagyis hadi háborús szünet miatt itthon voltak. Én, mint kisgyerek, nagyon boldogan együtt éreztem magamat velük. Utána a család, a testvéreim elköltöztek, szinte úgy mondhatnám, hogy elszállingóztak egymás után. Maradtam én egyedül, mint iskolás gyerek, és később itt szoktam nyáron aludni. Nagy olvasmányokra emlékszem, és hosszú alvásokra, amikor megengedte az édesapám. Anyai nagyapámnak a képe, aki az első világháború elején, már szeptemberben, anyám szerint kisasszony napján meghalt lengyel fronton, Lublinnál. Ezt a képet valamikor valamelyik rokon adta ide az emlékházhoz. Itt vannak apám képei, legénykori képe, aki úgy látszik, hogy kis büszke ember volt már akkor is. Itt vannak a bátyámnak a korai festményei is. A kép is egy másik háborúról szól, itt menekültek a házunk előtt a 45-ös télbe a katonák. Talán ezt festette legkésőbb, azt hiszem, 46-ban, és hát a biztos az Olajfák hegyén szokásos képe kivételével, még az a csendélet is valami önképzőköri munkája, és itt pedig az édesanyámnak a fotójából, lánykori fotójából kinagyított arckép. Ez a kályha is, ez nagyon szép, és valószínű ezt már a család régebről rakta ide, már a házépítésekor, amit 1908-ban fejeztek be.
ennek a gazdaságnak a maradványai az a csörlő, amivel a buza vetés előtti tisztítása folyt, az a daráló, ez a kukoricazúzó, a kenyérszárító, a zsákok. Itt egy nagy hombál régen, az tele gabonával, és a gabonának a nagy részét a padlásra vitték föl, míg el nem használták, vagy el nem adták. Mi dédapánk bognár volt. Részt vett népfölkerőként a szabadságharcban. Megfuttatta Jelasicsot. Mint okos ember azt mondták, hogy ő találta föl a szórórostát, ami lehet, hogy egy helyi feltalálásnak az értékét még növeli is, hogy itt is éppen úgy föltalálták, mint esetleg az Alföldön valahol, hogy a szél helyett a műszélnek a erejét vették alkalmazásba. Most ez egy ilyen ősi fa, hát a bátyám nagyon szerette, itt dolgozgatott még, ami már nem nagyon van, meg volt a nagy kerék furúja, furója, de mi furúnak mondtuk. Itt még azért ezt is el kell mondani, hogy az apám hát, szívbeli gazdája volt a lovainak, és büszke volt a tenyész lovaira, és a diszok levelek igazolják ezt a tulajdonságát. Ennek az arany okleveles fácán nevezettű lónak a fia volt az a csődör magámén, amit az oroszok meghagytak 45-ben, mert olyan fiatal volt még, hogy nem vitték el, de kihajtották a mezőbe, és a mezőből egy hét múlva vettük észre, hogy még megvan, és hazahozta az apám. Ez egy kiváló mén volt. Ennél a diszok levélnél is többre vihette volna, ha van bátorsága a családnak arra, hogy a mezőgazdasági kiállításra már a helye megvolt, csak féltették, hogy eltöri a lábát a vagomba. Tehát nem volt az apámnak kedve dicsekvésre inkább, hogy hasznot hozzon a családnak, és hát mint fedezőmén, a családnak bizonyos hasznot is hozott, gabonát vagy pénzt, de akkor infláció is volt, és hiszem inkább a gabona volt a lényeges. A lovakról ennyit, amit itt eszembe juttatnak ezek az oklevelek, még annyit, hogy a bátyám költészetének a ló alapmotívuma, hát innen adódik ebből a családi környezetből. Ez a gyerekkorom világa, itt éltem én 14 éves koromig, egy folytában utána középiskolából hazajövet, aztán az egyetemről hazajövet a nyarakra, meg a vakációkra. 1961-ig én itt állandó lakos voltam, és iszkázi ember, bármennyire is diák. Utána viszont már tényleg a elszakadás következett, ami nem volt teljes, hiszen éltek a szüleim, és a halálok után a temető lett már az, ami engem ettől az időtől időben elválaszt. Én nekem itt a boldogság kora, ha visszagondolok, hiszen ha a kérdésed az, hogy mi vezetett innen a versekhöz, akkor arra kell gondolnom, hogy hát itt tanultam meg magyarul. Minden szavam végül is itt gyökerezik. Ha azt mondom, hogy fa,
akkor lehet, hogy ez a körtefa. Tehát a magyar nyelvem innen épül, és ez adja meg neki számomra a súlyt, és a pontosságot is, konkretizálja még a fogalmi létét is, lényegét is a szavaknak. Az első versem is természetesen valamikor itt a házban, egy téli napon íródott, ami hát innen mosolyogni való, de mi lehetett az a szándék, ami velem verset iratott? Ha jól visszagondolok és végig gondolom, akkor a bátyám volt ennek is az oka. Nem mint költő, mert akkor még ő a képzőművészeti főiskolára járt, és képzőművészként volt itt is a családban és a faluban is, mint ugye a rajz vagy a festmény az mindig az emberek előtt készül. Nem tudtuk mi azt, hogy ott abban a nem létező pajtába írja a verseit, már 43-tól ki is adta később. És inkább én azt szerettem volna, hogy én is legyek valami olyan művész, ha már rajzolni nem tudok, mint hogy hát ha költőként meg tudok valahogy valósulni. Ezt már így felnőtt koromban mondom. A gyerek nem így gondolja, hanem egy játéknak fogtam föl. Verne regényt írtam meg versben, és akkor a Adi ütések alatt című kötetét megvette az apám, a Püski Magyar Élet kiadójának az ügynökétől, és itt a Petőfi mellett Adi verseket olvashattam, hát a nagy része nem volt nekem fölfogható, mert ilyen versek voltak benne, halálvirág a csók, ami héjanász az avaron, ugye el se tudtam, mi az a nász. De valamit fölfogtam azokból a forradalmi verseiből, ami aztán engem ilyen Dózsa György unokája vagyok én féle Adis és Petőfis versekre indított. Na most itt jön be a Laci bátyám, aki már előbb is engem versekre nevelt, és valószínű azért akartam én költő lenni, mert én már 5 éves koromban tudtam József Attila verset, Sinkát, Heine verset, németül tanítatott meg velem, és ez a vershöz való viszonyom, gyereknek a viszonya, ez jöhetett elő akkor, amikor 9 éves koromban verset írtam. Na most aztán ő mondta, hogy hát nem így kellene, hanem írjam le, ami van. Tulajdonképpen ugye ezek szerint leíró versekre buzdított, az olyan, mint az edzés vagy gyakorlása valaminek. És én le is írtam, hogy szarkafészek van a rakátfán, meg is írtam azt is, hogy a szarkafészeknek milyen a belseje, meg hogy vihar van, és a nagy rostábla hullámzik, mint a tenger. Ezeket a verseket végül is egy későbbi versenybe bele is dolgoztam, egy 30 évvel későbbi vers vegyülék lett ebből. És később aztán rájöttem, hogy én nekem ez a leíró vers gyermekkori gyakorlat, ez nagyon hatott is, és még mindig tulajdonképpen a verseimnek a lényegéhez tartozik, hogy konkrétból induljak ki. A gondolat
abból a konkrétból fejlődik ki, nem a gondolat teremti meg, mondjuk a metaforákat, hasonlatokat, vagy a költői tárgyát, hanem fordítva történik ez. Azért van olyan sok versem, például ráhangolva a természetre is. Mert a természet ihlet, az hoz elő belőle valamit, és azzal próbálom kifejezni a belső világomat. És hát ez a természet szeretet, és később már hát most is végül is eszköz, költői eszköz. Ez innen való, hogy én ebbe a falutól kicsit távolabbi udvarban nőttem fel. Eléggé magányos gyerek voltam, de mégse annyira, mint egy tanyasi, mert itt minden házban volt gyerek. Tehát ilyen öt gyerekes családok sorban, és azok között osztálytársaim, meg a följebb, meg pásztortársaim, mert mi őriztük a marhákat, és össze szoktunk verődni, összeterelni az állatokat, és együtt szoktunk szórakozni. Tehát nem voltam annyira magányos, de bizonyos alkalmakkor meg igen, mikor itthon kellett lennem, vagy mikor a mezőn az egyetlen tehenünket őriztem itt a közeli réten. És ez egy olyan elmerüléssel, a világba való elmerüléssel telt el ez a hosszúnak tűnő délelőtt vagy délután, amit a tehénnel kellett eltöltenem. És ha már ugye verset írtam, akkor úgy gondoltam, hogy ezt is, meg azt is, meg azt is versbe kellene írni. És kialakult bennem az, ami most is van, hogy én tulajdonképpen mindent versbe próbálnék megfogalmazni. És abban látok, és abban képzelek el, és várom azokat a kis injekciókat a világból, amikből majd aztán egy verset lehet írni. Előéletem mezején ugyanaz, mégis másképp látva, magasodik a napnyugtában, hajnalhoz illő tiszta fény tükröz, bár zord felhő lepi tetejét a szőlő határig, lejjebb tömény arany sugárzik a parasztpincék szemei. Mintha nem is az ég miatt, óborok folytott tüze dől ki, szülőföldem zöldjét elönti egy sose látott virradat, amit vihar felhője nyom, s talán már jégverésre készül, rendületlenül ott sötétül kilátómon, a váromon, az út végén, mely fölvezet, hova még így is eltalálnék, és a vár, mint kalapra szállt kéz köszöntené jövetelem, ahogy máskor, fiatalon, de a megfáradt szeretetben lábam szárnyai odalettek, szívem se bírná már gyalog. Tulajdonképpen ez a csoda volt, hogy itt volt a Somló. A legtöbb gazdának volt szőlője. Nekünk is volt, de ilyen családi perpartvar miatt aztán apámtól előrökölték. De a nagynénémnek volt, és én gyerekkoromban Somlón úgy voltam, mint a sajátunkban. Itt már nem a Zsellér volt, meg nem a későbbi TF paraszt. Apám volt pápán, voltak ilyen aranykalászos tanfolyamok, szóval a papa még abban is kiemelkedett a faluból, hogy ezt úgy vette komolyan, hogy még tanult is. Na most ő egy elég okos ember volt, ezt a falu hogy használhatta is, hogy úgy mondjam, mert bíró is volt. Ő alap
alapította meg itt a hitelszövetkezetet, a népházat fölépítette, és ez az ember, aki nagyon adott is magára, egyszer csak oda jutott, hogy már meg se szólalt, mert mindenét látta elveszni, látta lovát elhajtani 45-be, látta 59-be a TSZ-be elvinni. A kecske lett az utolsó állata, mert a tehén tartás már túl sokba került, és a kecskét már, hát ez egy megrendítő, és hát a könyvemet is azzal fejeztem be, a kiröntött fáink suttogását, hogy Pestre őszgidaként hozta föl nekünk a levágott kisgidákat. Ezzel befejeződött a parasztság sorsa mi nálunk, meg talán az országban is. A lovasgazda a gidával azt is ugye levágva a fiának, szinte mint egy búcsúintést. És nem is itt, hanem följön Pestre, hogy még megnézze a királyi várat, meg elmondja nekem, hogy volt a kúriában, meg ott volt a tőzsdepalota. Szóval úgy volt, mintha minden még akkor lenne, mint amikor ott volt legutóbb, mondjuk 40-ben. Hát mindenki tulajdonképpen így élte meg, de más-más fokon, mert az apám 70 éves volt, amikor ez történt. És ő, és az apjam, és a nagyapjáig, a Bognárig, akit lehetett ott érzékelni a kamrával, a gyalupadjával, hát az volt, hogy ezeket a földeket megvegyék, vagy megtartsák. Én végignéztem a történetüket, majdnem egész telkes jobbágyok voltak, az kulák színvonalat, vagyis határt jelentett volna. És ez a föld, ez meg is maradt, mert ugyanaz maradt, amíg jött a TSZ. Ezt úgy oldották meg, hát megoldás. Egyrészt kiházasították a lányokat, vagy megvették a fiúktól. Tehát mindig megmaradt egy-egyen alap birtok. Ott nem volt olyan nagy mozgás. Ők a vásárhelyi apácáknak voltak a hűbéresei. Ez a három, itt a, de nem a három iszkát, hanem felső iszkát, kis csősz és kis szőlős, ez ilyen rokon külsejű ember fajta is ez. Középiszkát azért nem, mert azok egy urasságnak, a cselédjeinek a leszármazottai, a cseléd sok helyről jön. Ezek a jobbágyok itt régóta. Hát azt hiszem, hogy mondjuk 1000 évesnek. Hát a falu 800 éves kimutathatólag, akkor ha nincs sok levélben, akkor is van. Hát valamikor 1000 évvel ezelőtt a homályba veszett. Az első kötetem, mert ott lehet mondani, hogy tulajdonképpen erről szól. Ezt úgy is mondhatnám, hogy a népi, ez az első kötetem. Nem mondom azt, hogy népies, mert az egy külsődleges jelzése lenne, de ami itt történt velem gyerekkoromban, ami az elmenetelem után történt, amit elneveztünk elszakadásnak, ez, ami foglalkoztatott. Most én a szüleimet, mint
szimbolikus személyeket írtam meg ezekbe a versekbe. Tehát ami az anyámról szól, az nem éppen csak róla, hanem erről a világról, a vitteniekről, az apámról, amit írtam, az is a falumról, vagy a parasságról szólt. Tehát az a megrendülés, ami ott a TSZ szervezés körül volt, történt velük, meg hát aztán mi történt az egész 20. században, mert első világháború, a tanácsköztársaság. Apám úgy mondja, hogy rajta volt egy listán, a kivégzettek listáján. Ez lehet, hogy igaz, lehet, hogy csak félelem, mert itt volt egy lázadás, és a vörösök itt nagyon dajdajoztak amiatt. Devecserbe akasztottak, több környékbeli embert fölakasztottak, mint fehér, tehát mint a vörös rendszer ellenségeit, és hát nagyon megfélemlítették. Ezek a Samueli fiú? Igen, hát a Laci fiú volt, az öccse volt itt a rendteremtő, aki valamilyen mozgó páncélvonatos hadbíróságnak volt a feje. Rémes dolgokat olvastam én leírva erről a devecseri terrorról. Tehát itt egy félelem volt, ezt csak azért mondom, hogy ez is hozzátartozott az életükhöz, és a gazdasági válság, amit soha nem felejtettek el emlegetni. Aztán jött a II. Világháború, Rákosi rendszer, ezt mindenki tudja, és nekik még az egy nagy teher volt, és hát végül is egy nagyon fontos és hasznos teher, hogy kitanítottak egyszerre 3 gyereket, és ezzel a szegénységüket is bebiztosították abba az időbe. Ugye, mert ami volt jövedelem, az vagy a hitelbe kellett, mert vettek hitelbe földet, és vagy a pápai, vagy a veszprémi tanítatáshoz kellett adni. A nagy sérelmem az életemben, az pedig a Kossuth téri vérengzésbe való szörnyű egy óra, ennek a túlélése és azoknak a tisztán látása, vagy azokat tisztán látni, akik ezt csinálták, és ez meghatározta a hovatartozásomat is, és most is ott vagyok, mint az áldozatok egyike. Én nem szoktam ebből nagyon, még olyan előnyt se, hogy elmeséljem, mert nem szeretem elmesélni, de sose tagadtam még a múlt rendszerbe, sőt verseket írtam ennek az emlékére, és sose fogtam be a számat a kis tagok előtt, de nem is szeretem nagyon hangoztatni, ha csak a verseimbe tudom ezt megvalósítani, ezt az indulatot, az nekem éppen elég. Se puskát, se zászlót nem hordtam hónom alatt, mégis célpont lettem, szívem a sárra szaladt. Ereimben a kín keringett mérgeivel, ruhám lángolását friss vérem oltotta el, szomszédom elesett, szemébe dűlt a kalap, puskadurranás volt minden újabb pillanat, minden ágyú dörgés, utolsó óraütés, fektemben falevél ragadt rám, kitüntetés. Korán megmutattad föld alatti képemet, halál félelemtől messzelátó képzelet, de élve maradtam, talán nem tűnhettem el éretlenül, ifjúságtól üresen. A hazám sapkával,
fellegekkel befőd, gyertya és árvaság nem ég koponyám fölött, a szilánk megnyugszik, a húsomba beletört, cipőmre agyagból magas sarkot ver a föld, az örökzöld fagyöngy állja az időt tovább, víz mossa el a levelek sárga alkonyát, és kiköt a sárba véres vitorláival ez a múló év is, pontosan úgy, mint tavaly. Én már, mint költő, ehhez nem tudtam semmit se hozzátenni, akkor elkezdtem prózát írni, a szociográfiával kezdtem, és az is a falumról szólhatott, mégpedig 1964-ben az újírásban jelent meg a vallomás az elszakadásról, ami be itt ennek a falunak a jelenét, akkori jelenét és a jövőjét, ami most van, szinte megjósolva írtam meg, hogy háztól házig, hogy pusztul ki a falu. Az én falum az itt van, ha oda nézek, mindenkiről tudom, hogy hogy nézett ki. Mátis Jóska bácsi, harmadik szomszédunk, a Sari néni, magas vérnyomásba halt meg elég korán, és itt sorba-sorba mindenki az ismerősöm nekem, úgyhogy ez a falu, ez az enyém, nem az élő, mert azokat már nem, alig ismerem. Ezen a polcon vannak az én munkáim, az első verses kötettől a legutóbbi összegyűjtöttig és a legutóbbi esszé kötetig. Nem tudom pontosan hány, mert azt se tudom, mit számoljak, először is talán azt kellene számolni, hogy mi az első megjelenési kötet. Ne számítsam a válogatottat, ne számítsam a második kiadást. Így körülbelül a 30-33, ami az életművem. Az első kötetem a Szabad-e énekelni, ez az új termény sorozatban jelent meg. Akkor ez a sorozat eléggé érdekes volt, és nagyon fontos költők jelentek meg benne. Ha most eszembe jut, akkor a Bella István barátomnak is ebbe jelent meg a kötete. A feleségem Széles Judit tervezte a harmadik kötetemet, verses könyvemet, és azóta szinte kizárólag minden könyvem borítóját ő tervezi. Első válogatott könyvem 79-ben jelent meg, a Boldog vérem. Aztán 2000-ben az Unikornix sorozatban, Magyar Költészet kincsestárában, és idén pedig az összegyűjtött versek két kötetben. 73-ban megjelent már próza kötetem, a Madár visszajár, és innen számíthatom a továbbiakban megjelent prózákat, amiben egy fontos
számomra legalábbis, és azt hiszem, hogy eléggé jó kötet a Dani Urasságnak című szociográfikus próza, a szociográfikussága mellett tulajdonképpen egy irodalomtörténeti eszékötet is, Berzsenyiről, a koráról, az én koromról, a mostani mezőgazdaságról, az akkoriról. Ugye abban az időben volt a Magyarország felfedezése sorozat, amiben elég sok szociográfia és elég sok jó szociográfia is megjelent. Én nem kértem arra ösztöndíjat, nem akartam, hogy egy bizonyos zsűri befolyásolja az én szabad írásomat. Hát akkor biztos bizonyos kritériumok lettek volna, hogy a, mondjuk, ha egy falusi, akkor a TS-nek a bemutatása sokkal fontosabbnak kellett volna, hogy legyen. Ez eszékötet, ami kritikákat, publicisztikákat, és a egyik első szépirodalminak mondható önéletrajzi jellegű kisregényemet, az Albérleteim történetét hozza. Így vannak még a költőkről írt eszéim, ez a magyar költészet elejétől egészen mostanáig, az akkori fiatalokig, Tóth Erzsébet és Kántor Péterig tartalmaz írásokat. Ami eddig történt, az nagyjából a Magvető kiadónál jelent meg. 90-es évek közepétől a Napkiadónál jelennek meg munkáim, a válogatott verseimtől kezdve a mostani legutóbbi eszékötetig. Ebbe a Szavak honvágya egy ilyen nyelvi eszének mondható, de prózaírókról, költőkről van benne szó, és van egy eléggé nagy rész a rádió jegyzeteimről. 7 éven át, a 90-es évek végétől 2005-ig havonta Vasárnapi Levél címen beolvastam a rádió jegyzetemet, ez pedig Fénylő Parnasszus 3 nagy költőről szóló esszé, Valassi, Csokonai és Adi költészetével foglalkozom. Hát ha még lesz verses kötetem, akkor még az ide kerül. Most nem foglalkozom mással, csak versírással. Napkeltétől napnyugtáig
nagyobb